szerintem, hogy mindenkinek meglegyen, tehát ne az én Word dokumentumot nézzétek. Ezért azt csinál minden kérdés, amire próbálunk válaszolni, kiteszik a chatbe, jó? És akkor a chatből mindenki el tudja menteni magának, mert a fehér táblára valamiért nem tudom menteni. Az első kérdés, ugye ezek hozzánk jöttek, mi próbáljuk megválaszolni őket, ahogy tudjuk, de hogyha valakinek van egyéb alternatív ötlet, ami nála jobban működött, kérjünk mindenkit, hogy ne tartsa magában, mert fontos lenne, hogy közösen tudjunk egymásnak segíteni. De hogyan lehet más tanárok által is témakulcsú nehézség szerint keresett a feladatbankot létrehozni online felületen, ilyen alkalmazással? Hát a legegyszerűbb válasz erre az, hogy érdemes csinálni egy blogot vagy egy wikit. Ez a válasz, blog vagy wiki talán, az tényleg a legegyszerűbb, hogyha valaki nem tud wikit készíteni, akkor mindig önző módon talán a tanárblog oldalára fogjuk irányítani, mert rengeteget írtunk a wikiknek a készítéséről is, és ott lehet, de akár egy blogon is kereshető, megosztható feladatbankot létrehozni. Amennyiben a tárolása a probléma, tehát az lehet, hogy lehetne ezeket valamilyen helyen tárolni, akkor például, hogyha összekombináljuk egy OneDrive mappával, ezeket mindig teszem ki a csehben, amikor beszélek. A OneDrive-ról majd Gergő fog talán kicsit később beszélni, meg ezekről a webapps-ekről. Az érdekes lehet, és ott lehet tárolni gyakorlatilag korlátlan mennyiségű adatot, fájlt, és ezeknek az erre mutató linkeket lehet egyszerűen megosztani egy ilyen területen, amihez mondjuk egy blogban vagy egy wikiben akár címkéket lehet ragasztani, és a címkék segítségével pedig nagyon gyorsan, világosan kereshető. Ha valaki nem csinált még ilyet, és most ezt nem értette, amit én mondtam, vagy túl gyorsan mondtam, nem kell megérni, hiszen kitettem oda a wiki szócikre az összes tanárblog cikket, ahol a wiki készítés és több wiki készítő oldalnak a linkjét és a fontos használatát is el lehet sajátítani. Jött egy olyan kérdés, amire valószínűleg nem fogunk tudni válaszolni, de szerintem nagyon jó kérdés, hogy ezért érezettem, hogy nagyon érdekes a belső motiváció fejlesztési kialakítása. Bocsánat. Igen, ez lehet valahol a kulcsa a jó pedagógiai gyakorlatoknak, de azt gondolom, hogy nagyon sok minden vezet hozzá. Én elkezdtem ezzel, aki mindannyian foglalkozunk ezzel. Én azt látom, hogy a múltkor, amiről szó volt, a 21. századi pedagógiai elemek, ez például a diáknak a nagyobb felelősség, a 21. századi pedagógiainak az 5 IKT használatok kezdve a valódi problémákon dolgozzanak. Ezek mind-mind ahhoz járulnak hozzá, hogy a motivációhoz, külső motiváció, belső motivációra változik, vagy legalábbis én azt szoktam mondani, azt gondolom igazából, hogy nem is belső motiváció, de egy internalizált külső motiváció, tehát hogy ő elfogadja, megérti, hogy miért kérem tőle azt, amit én szeretném, hogy ő csináljon, és ezt meg fogja tenni, akkor sem mondjuk magától nem biztos, hogy ezt választaná otthon szórakozásként. De szerintem ennél többet nem tudom, hogy, hogy kérhetünk. Úgyhogy ennyit a belső motivációról. Erre például érdekes az értékelési rendszer, amit Gamification napon próbáltam így fokozgatni. Az úgy tűnik, most így 5 év távlatából, hogy mintha segítene ahhoz hozzá diákokat, hogy a saját tanulási folyamataikat megpróbálják a saját maguk eszközeivel befolyásolni, és hogy valódi önszabályozó tanulás is létrejöhet. Nem mindenkinél, és nem mindig, és nem mindenhol, de azt gondolom, hogy talán azért van erre példa. Volt egy olyan kérdés, és itt már megfogom majd osztani, hogy irodalmi térképet szeretnénk készíteni. A Google Maps-en hogyan lehet ezt megoldani, és el lehet-e menteni, ez volt a kérdés. Úgyhogy én most 5 percben ezt megmutatom, meg fogom osztani a éppen futó alkalmazást a számítógépemen.
ha minden igaz. Ha már valaki lát valamit, annak jó. Ha esetleg vissza... Csatolna, igen, most úgy látom, mintha... Látunk. Jó. Akkor te négy a legegyszerűbb ezt megmutatni. Fölmegyünk a Google Maps-nek az oldalára, és a Google Maps oldalán, ha nem tudok oda menni. Itt a menüben létrehozunk saját térképet. Itt van például egy térkép, és erről mondjuk bármilyen helyet ki lehet jelölni rajta. Jó, és itt van a térképétek. A térkép létrehozása volt, mondjuk itt van jelző hozzáadásra, leteszem Szolnokra, azt mondom, Szolnok. Majd Szolnok. Például. A másikat leteszem ide Pécsre, és úgy szépen el lehet kezdeni a térképet építgetni, tehát annyi ilyen fűtszugorok lesz, és ahhoz annyi információt fogadni, amikor pedig ezzel készen vagyok. Valók egy térképet neve, szóval, szigetlen, szóval, leírás, most nem. És utána kapok egy megosztási linket. Itt a mások meghívása az esetén, a neveket, egy e-maileket írjuk, tehát a saját Instagram keresztül tudunk ezzel dolgozni, de itt be tudom állítani azt, hogy mennyire legyen ez privát, itt csak megadott személyeknek hozzáférhető, hogyha a link birtokában bárki hozzáférhet, akkor így tudok közösen szerkeszteni a térképen, az irodalmi térkép szerkesztésre volt a kérdés, meg tudom tenni azt, hogy akár mondjuk 10 csapat dolgozik, és mindenki egy-egy más korszak, egy más, nem tudom, részleteket csinálni az ember irodalmi térképként. Nagyon fontos, hogy itt a jogosultságot átállítsuk. Ha az alapértelmezettet állítjuk át, akkor a megtekintés az, amit jogosultságként ad a Google, azt jelenti, hogy mindenki nézheti, de nem írhat vele. Hogyha azt szeretnénk, hogy közösen tudják, mint a diákok ezt a oldalt, hogy a térképet szerkeszteni, akkor szerkesztheti jogosultságot kell megadni. Elmentem, és innentől kezdve az itt fönt látható link kimásolás után meg kell osztani a diákokkal, mondjuk egy virtuális osztályteremben, és a virtuális osztályteremben megosztott mappában, bocsánat, akinek ezt térképen a diákok üzögethetnek le saját kis eléket, és odaírhatnak mindenféle információt. A válasz tehát a kérdésre frappánsan az, hogy így lehet Google Maps-ben mondjuk egy irodalmi térképet a diákokkal közösen szerkesztve létrehozni. Ha bármi nem világos, akkor nyugodtan lehet itt a chatben kérdezni, amíg én beszélek, addig Gergely nézi a chatet, és amíg Gergely beszél, addig én. A következő, hát igen,
volt egy olyan kérdés, hogy mi a helyzet a Mouse Smith chip-tel. Mouse Smith chip-et nagyon, nagyon szerették. Sajnos a Microsoftnak van egy ilyen dolga, hogy néha fog bizonyos alkalmazásokat, és ezeket így nem támogatja meg a különböző magasabb rendszerekben, tehát a Mouse Smith chip hatóton tényleg a Windows 7-en volt, vagy 7 alatt volt még támogatva, annál magasabb szinten nem. Ilyen például a Community chip, amit nagyon szeretem, és beszélgettünk is róla, ami hangszervező és képernyő videókészítő alkalmazás, amit most már nem annyira szeretnek támogatni, és nem is nagyon letölthető. Ha valaki a Community chip-re gondol, vagy arra fájó fogal, hogy helyette javasoljuk az OpenStreetMap-nek a letöltését, ennek van, ami egy PowerPoint-ba beépülő kis alkalmazás, amit office.com, illetve ezen a linket le lehet tölteni, hogyha valakinek 2003-as PowerPoint-on, akkor az gondolkodik, le fog épülni, újabb tudat fog látni, és nagyon bizgalmas, ízléses mixeket, videókat lehet vele készíteni, többek között képernyő videókat is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki kezdet kapott hozzá, akkor a tanárblokon az Office Mix videókat is megnézheti. Azért beszélek ilyen lassan, mert közben még ott, hogy tudja mindent azonnal adni. Tehát itt vannak az Office Mix-re kapcsolatos írásaim, és itt vannak a videók, amiket volt még az is kérdés, hogy hogyan lehet kis videórészleteket összegyúrni, illetve képekből bármihez videót készíteni. És erre is van viszonylag egyszerű és ingyenes megoldás, hogyha valaki használja a Movie Maker-t, a Windows Live Movie Maker-t. Most látom, hogy ezeket nagyon ravaszul. Végig Attilának küldtem privátban, mert a legutolsó, ezt neked küldtem Attila privátban, és nem állítottam el. De én szerencsére raktam ki itt ezt mindenkinek. Jó, 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 köszönöm. Akkor, hogyha bármi van, meg közben én itt voltam. Jó, ezeket az Office Mix-et is hitetted, Gergely? Természetesen. Jó, köszönöm ezt a csodálatot. A következő kérdés, amire még tudunk válaszolni, online újságszerkesztés, illetve digitális lábnyom számítása. A digitális lábnyom számítás igazából, én bevallom, magyar oldalt nem tudok. Illetve olyat, ami olyat, ami nagyon megbízható lenne, vagy amire én azt mondanám, hogy rengednék diákokat, de a angolul they use a Digital Footprint Calculator szavakat, akkor arra rengeteg alkalmazás fog majd érkezni. Az első 5 hadot néztem meg, azok szerintem jól működtek. Tehát a videókészítés a Windows Movie Maker-en megy valószínűleg a legegyszerűbben. Hogy ez hogy is néz ki? Arra sok elsőkot várni, hogy engem is megszállít, hogy értem, hogy szörnyen lehet. Itt az online újságíráshoz
Én befűztem néhány ajánlatot. Ugye van ez az Isú nevű, van a Kalameó nevű, és van a Storify nevű, amelyiket mindegyiket lehet arra használni, hogy az ember újságkinézetű újságokat készítsen el. Természetesen azért ne felejtsük el, hogy az emberek gépén általában ott van egy rendes kiadványszerkesztő, amivel szintén lehet újságot készíteni, ez a Microsoft Publisher néven hallgat, és az a feladata, hogy avval könnyedén lehet valóban rendes kiadványokat csinálni. És visszaadnám a szót a stúdiónak. Köszönöm, Gergely. Nagyon, nagyon fontos, hogy ezt elmondtad. Idegenbe is jöttem együtt. Most azt szeretném megmutatni, hogy viszonylag egyszerűen lehet, mennyire egyszerűen lehet itt videókat készíteni. Tehát ezek ilyen furcsa éttermeknek a képei, egy-kettő elég a közöttük. És utána ezeket feliratokat tudunk tenni, képaláírást tudunk tenni, sőt, videókamerából tudunk videóképet rögzíteni. Ezt most nem teszem az esztétikai élmény emelése érdekében, zenét tudunk hozzáadni. Nem különösen keresik MP3 fájt, nem is időre, de gyakorlatilag ennyi, hogyha van mondjuk kis képünk, akkor ennyire bonyolult ebből videót készíteni, és ha szeretnénk azt, hogy ezt készítünk, akkor ugye vannak a videót az átszínések, láthatóak azokat mind meg lehet változtatni, zenem elhaladt, a feliratokat lehet rátenni, videórészeket lehet beletenni, tehát ha van valakinek letöltött videó eleme, ugye lehet látni, hogy videók és fényképek hozzáadása, videókamera, pillanatfelvételt lehet készíteni, ugye van a stáblistát lehet hozzá gyártani, itt vannak a automatikus fényképítési sémák, amik vannak, tehát eléggé sokszínű és viszonylag esztétikus szép dolgokat lehet vele készíteni, úgyhogy tényleg nem erről fog szólni az óra, hanem arról fog szólni az óra, hogy tartalmat gyártsanak a diákok. Ennyi az egész, amikor ez megvan, akkor filmetet egészen el tudjuk menteni, sőt már SkyDrive vagy OneDrive a Facebook-ot tudjuk azoknak tőle. Ez azt gondolom, hogy a módon még ebben a legegyszerűbb és legklasszikusabb ilyen videó készítésére. Mindig, ugye én azt szoktam ilyenkor mindig szem előtt tartani, hogy a DKT eszköznek a megtanulása és a használata, és annak az összetettsége és bonyolultsága, hogy mennyiben képes ilyen pedagógiai céljaimat hatékonyan segíteni. Tehát azt értem, hogyha két órán keresztül tanítok egy eszköz használatot, utána pedig 20 perc alatt elkészítjük fel azt, amit szeretnénk, akkor ez nem jó, ha csak azt nem tudják majd később is használni. Ezt szerintem ezt fel kell mérni, a Windows Live Movie Maker ebből a szempontból szerintem kifejezetten nagyon jó fejlesztő. Úgyhogy akkor nem mutattam a Movie Maker-t, és akkor kérdezünk Gergelyt, aki a pálya szélén van, hogy mi a helyzet? Mit lát Gergő? Hát én itt még egy dolgot kiraktam, és azt akkor mondanám, ugye valaki kérdezte, és akkor újra ide bemásolom a chatbe, valaki kérdezte, hogy akár alsósoknál hogyan lehetne a Mouse Mischief helyett valamit valahogy kiváltani, és erről jutott nekem eszembe a Plickers nevű rendszer, amiről itt írtunk. A Plickers az borzasztó egyszerű olyan digitális visszajelző rendszer, amihez nagyon sok digitália sem kell. Elég a tanár saját mobiltelefonja, és hogyha azon fut ez az adott alkalmazás, valamint ki kell nyomtatni néhány ilyen QR-kódra emlékeztető fekete pöttyös papírlapot, és egyszerűen a diákok azt szerint, hogy melyik oldalával, én most nem is mutatok éppen semmit,
tehát az szerint, hogy melyik oldalával emelik fel az adott lapot, de akkor, ahogy Attila kérte, akkor mutatom is. Tehát így néz ki maga ez a rendszer, ilyen papírlapok vannak a diákoknál, ilyen kis fekete pöttyös papírlapok, az ember a telefonjával egyszerűen végigpásztázza ezt, ugye minden egyes diáknál más fekete pöttyök vannak, és a válasz az pedig ugye attól függ, hogy hogyan tartja, hogy éppen A-t, B-t, C-t vagy D-t válaszol az adott kérdésre. Itt lehet látni. És ezzel is azonnali visszajelzést tudnak kapni a diákok. Ugye ezek a digitális óráknak az egyik nagy előnye, és akkor, hogyha itt a belső motivációról beszéltünk, akkor hát ha a megteremtésében nem is, de a fenntartásában viszonylag hatékony lehet, hogyha minél gyorsabban kapnak egyfelől visszajelzést a diákok, másrészt pedig minél jobban vannak involválva egy órában. Ugye ahhoz képest, mint amikor egyszerűen feltesz egy kérdést a tanár, jelentkeznek a gyerekek, és akkor egy valakit felszólítunk, és ő válaszol. Ilyenkor egy osztályteremben mi történik? Van egy gyerek, aki boldog, jól válaszolt, megdicsérték. Van négy gyerek, aki még szintén jelentkezett, és szomorú, hogy őt nem szólították fel. És van további 20 gyerek a teremben, akinek végig nem kellett gondolkodnia semennyit, hanem várta azt, hogy gyorsabban teljen el a 45 perc. Egy ilyen rendszerrel viszont mindenkinek muszáj elgondolkodnia a feltett kérdésen, és utána akár azt is lehet mondani, hogy na hát látom, hogy a többség ezt vagy azt gondolta, a többség ezt vagy azt válaszolta, és egy pillanatra visszaadnám a Tibornak a szót, ha lehet. Lehet, Tibor? Tibor, lehet, de bocsánat. Kicsit le volt szakítva a mikrofonom, és csak beszéltem bele. A következő olyan kérdés, ami kérdésként hozzánk érkezett, az a smart interaktív táblákról és azoknak a használatáról szólt. Azt kérdezte a kérdező, hogy szakmai nem közismerti bármilyen angol nyelvű feladatokat honnan tud letölteni. Ugye a megoldás erre az a Smart Exchange lesz, ahol aztán a világon minden van. Ugye konkrétan milyen, a kérdező milyen szakmai anyagokra gondol, és hogy milyen szinten angolul, szóval sok-sok visszakérdezéssel lehetne elnyalni még ezt a témát, de én nem szeretném, azt gondolom, hogy a Smart Exchange-ben egyébként rengeteg futamos hirtelen nézem, hogy hány van, de 10-100 szám vannak letölthető digitális smart notebookon készült tananyagok. Ezek olyan tartalmak, amelyeket a felhasználó generáltak, ami nyilván jelenti azt is, hogy a hosszúságuk, a komplexitásuk és a szakmai minőségük változik, de én mindig szoktam találni érdekes dolgokat itt. Úgyhogy ez a kérdés, ami még itt rám vonatkozott, Gergő. Ugye ez az egyfő törlet szeretnék készíteni, elképzelt különünk a 7-esekkel. Ez volt a kérdés, hogy ez hogyan lehet, és erre javasoltuk a Windows Live Movie Maker, ami egy picit csalás, mert a kérdés arra vonatkozott, hogy
lehetne ezt telefonnal megcsinálni, meg telefonnal vágni, meg telefonnal felkészíteni. Én azt gondolom, hogy lehet, de minek? Igen, igen, a kérdező azt gondolja, hogy ne kelljen otthon a számítógéppel ezzel macsagálni, hanem TikTok megcsinálják telefonon. Ez pont ellenkezőleg működik. TikTok megcsinálhatnák otthon számítógéppel, illetve vagy pedig telefonon szenvednek vele rengeteg sokat. A következő kérdés, és aztán az utolsó, amivel én válaszolnék, ez a hogy lehet Skype-on videóhívással a látogató értékelő területét megmutatni. Ugyanúgy, mint a itt is, a Skype-nak is van egy olyan funkciója, hogy a saját képernyő képünket megoszthatjuk a másik oldalon szerint Skype-ról. Igen, de ehhez lehet, hogy érdemes az Office 365-öt használni. Tehát az iskolai Office 365-nek része a Skype for Business, amelyikkel ehhez a WebEx-hez hasonló konferenciahívásokat tudunk kezdeni, és abban biztonságosan és könnyen lehet megosztani képernyőt jobban, mert azt hiszem, hogy a Simpla Skype-ban ez korlátozva van valahány felhasználóra, a Skype for Business-ben azonban akár 100 fővel is ezt könnyedén megtehetjük. Én arra mondtam, hogyha az egyik osztály mutatja a másiknak, és mondjuk egy Skype kapcsolatban. Akkor elég lehet egy valóban. Elég lehet, de az egyszerű és csak egy Skype kapcsolatban működ, egyébként pedig azt szeretnénk akár webináriumokat is tartani, amilyet most mi. Akkor a Skype for Business megoldásra, vagy pedig tényleg lesz a Skype-ot. Mondanám, akkor volt egy olyan kérdés, hogy IKT eszközök széleskörű használata alsó tagozatos oktatásban hogyan valósítható meg, különösen akkor, ha csak negyedik osztálytól tanulnak a gyerekek informatikát, interaktív tábla nincs, csak projektor laptoppal, mit lehetne esetleg használni. Hát itt ugye valaki kérdezte, hogy vannak-e bemutató órák, és akkor itt én Főző Attilához fogok fordulni, mert ő fogja tudni nekem megmondani, hogy a Surinet vett fel jó néhány ilyen bemutató órát, és ott voltak alsó tagozatosak is. Surinet tan. Ha jól emlékszem, talán ez volt a címe ennek, és ezek talán még most is elérhetőek, akár a YouTube-on, úgyhogy ott érdemes körülnézni. Ugye, amire lehet számítani azért, az az, hogy egyfelől a gyerekek természetesen nem várnak az informatika eszközök használatával addig, amíg tanórán el nem kezdik ezt tanulni, és nem arról van szó, hogy a többségük nem merné bekapcsolni a számítógépet addig, ameddig nem kap erre engedélyt az informatika tanárától, hanem azért többnyire már nagyon sok részét használják, ha más nem, akkor online játékokat, és az ehhez tartozó csetet használják a diákok, akár nagyon fiatalon. És arra is többé-kevésbé lehet számítani, hogy még hogyha az iskolában nincs is interaktív tábla, vagy nincs más hasonló, akkor is otthon jó, azért ma már a diákok többségénél lehet arra számítani, hogy internet elérése és számítógépe van. Így aztán könnyen lehet az IKT eszközöket a tanosztályon, tehát a tantermen kívüli munkában felhasználni. A korábbi alkalmakkal beszéltünk több ilyen online osztályteremről, amiket jól lehet használni. Ilyen online osztályterem lehet például a Yammer, amit könnyen lehet arra felhasználni, hogy diákoknak adjunk rajta ki feladatokat, vagy akár ott gyűjtsük a feladataikat,
ugye, de ha másra nem, akkor akár arra is jó lehet, hogy pusztán egy blogon együtt dokumentáljuk a közös munkát. Aha. Ugye volt egy nagyon jópofa blog, amit most aztán könnyen lehet, hogy nem fogok megtalálni, ahol a diákok, de megvan a Mi Meséink nevű blog, ezt alsósok írtak ide meséket, és a rajzaik kerültek fel, és aztán a szülők is nézhették meg. Ugye ez megint valami olyasmi, amit mindenféle eszköz nélkül könnyen meg lehet valósítani. Hogyha az ember egy ilyen digitális osztályterem felé kezd el gondolkodni, akkor az ezen felül még a differenciálásnak is nagyszerű eszköze lehet, hiszen egyenként adhatok ki a diákoknak feladatokat. Érkezett egy kérdés, hogy egy hasonló internetes webináriumot hogyan lehetne tartani, és milyen feltétel kell hozzá. Én a legegyszerűbbnek azt, amelyik ingyen elérhető, az a Office 365 részeként megtalálható Skype for Business. Mutatni is fogom, hogy hogyan lehet ilyet csinálni. Hogyha mindjárt megosztom, mielőtt az Attila rám szólna. Tehát abban az esetben, hogyha az ember az Office 365-re jelentkezett, akkor az office.com oldalra felmenve ez fogja fogadni, és itt van egy ilyen naptár nevű rész, amelyik az Outlook naptárat jelenti. Hogyha az Outlook naptárra kattint az ember, és bármelyik napra, akkor itt lehet azt látni, hogy egy új eseményt hoztam létre, ezt elnevezhetem, mint egy korrepetálásnak. Megadhatom, hogy szombaton hány órától hány óráig tartson, és ami a lényeges, hogy itt fönt van a Skype értekezlet név, és hogyha ide kattintok, hogy Skype értekezletet akarok hozzáadni, akkor lám, itt meg is jelenik ez a bekapcsolódás az online értekezletben nevű link, ez egy internetes link, erre kattintva a Skype for Business jelenik meg bárkinek, akinek én ezt elküldöm, bárki bele tud kapcsolódni, a mentésnél tudom ezt elmenteni, ezt a linket kell nekik elküldenem, és utána én magam ugyanilyen módon meg tudom osztani a képernyőmet másokkal, meg tudom adni az előadói jogot másoknak, el tudok halkítani másokat, és így tovább, és így tovább. Tehát egy teljes Skype konferencia hívást lehet így létrehozni. Úgyhogy erre ez lenne a válasz. Igen. Még egy kérdés akkor, amit én addig megválaszolnék, Gergely, mit szólnál lehet? Jó ötlet, Tibor. Köszönöm szépen, Gergely. Tehát ugye van egy olyan kérdés, hogy mit lehet tenni, idézem, a témahétre
eső, nevelőtestület értekezett. Nem, gondolom. Szeretnék valami látni is alkalmazást megmutatni a kollégáknak, hogy elvarázsolja őket. Mit javasolnának az egész értekezett leves közegben fogdálni szerveim szerint a pedagógusok okos telefonjainak aktív használatára? Itt most én azt gondolom, hogyha arról van szó, hogy valami dolgot kell mutatni, ami viszonylag jól használható, és direktben veled, akkor mondjuk összegyűjtünk most 4-5-5, ami szerintem talán így egy nevelőtestületnek be lehetne mutatni elsőre, de én azt gondolom, hogy ha ezt a nevelőtestület tagjaival, a telefon még aktív használatával zajlik, és a nevelőtestület nincs ehhez szólva, akkor szinte biztosan borítékolható a bukást. Én, hogyha egy ilyen IKT szempontból gyakorlatilag szűz nevelőtestülettel állnék szembe, akiket el kell valamivel varázsolni, akkor valószínűleg nem kérném, hogy ők okostelefonjaikkal aktívan vegyenek rész dolgokban. Például csak egy QR kód olvasó telepítése is mondjuk komoly gondot okozhat. Annyi fajta telefon van, hogy ilyenkor általában az szokott lenni egy ilyen hatalmas vagyfaszon, és a telefon használatával sem mindenki ugyanolyan fogja. Tehát minél jobban tudja az előadó kezelni ilyenkor a helyzetet és az anyagot, meg az, mi történik, annál jobb. amit én szoktam, elnézést, legelső ilyen gyakorlatilag ezt mi papucsognak szoktuk hívni, ilyen behetető látványos dologként használni, és mondani az autókallást. Az autókallás szoftver annyira egyszerűen használható, hogy semmit nem kell hozzá megérteni, egyszerűen van egy mappánk, abban van kép, kiemeljük, hogy melyik képek lesznek központban, és egy kollást csinál belőle. Használatlan rendkívül sok rétű, szinte minden tantáj bőven tudja használni. Vannak a különböző épületek, és akkor az csak az egyik nem gótikus típusú, akkor állapítsnak, hogy melyik. Itt van, mit tudom, hogy középen Petőfi, körülötte rengeteg olyan kép, ami Petőfi életéhez kapcsolódik, vagy nem, de melyik az, aki Petőfi nem ismerhetett, szerintem lehet benne egy kapu tojás például. Vagy csak annyi, hogy azok az emberek nem kapcsolatban voltak vele, miért volt fontos, felismered őket. És ezeket nem kell sok képen így egymás mellé rakosgatni, hanem a rendszer villámgyorsan, a szoftver villámgyorsan egy kollásba rendezi őket. És mondom, lehetőség van arra, hogy meghatározzuk azt, hogy melyik képek legyenek kiemeltek, és melyek legyenek mondjuk itt a háttérbe szorítva, hogyha mindenképpen szükséges. Én ezt mondom. Szóperőkészítés, zseniális ötlet. Rengeteg szóperőkészítő alkalmazásról írtunk meg a tanárblogon. Érdemes véglapozgatni őket, hogy itt arról van szó, hogy a bármilyen szövegben a szavak gyakoriságát számolva egyre nagyobbal jeleníti meg azokat a szavakat, amelyek gyakran fordulnak elő a szövegben, is kisebben azokat, amelyek kevésbé gyakran fordulnak elő a szövegben. Mindezt ráadásul lehet ilyen nagyon szép alakzatokban is rendezni, mint két például, vagy mondjuk József Attila feje. Igen. Jó, felmerült egy olyan kérdés, hogy hogyan lehet ellenőrző listát készíteni a gyerekeknek, amit megnyithatnak, x-elhetnek, pipálhatnak, abba hagyhatják a kitértést, vissza térhetnek máskor. Én erre a múlt heti webináriumon bemutatott OneNote-ot használnám, és használom is. Ott ugye a címkék között van a teendő címke, amit a diákok bejelölhetnek, hogy mi az, amit már elvégeztek, és mi az, ami nem. Én pedig akár rá tudok keresni arra, hogy melyik teendőt akarom megnézni, vagy kinél vannak még meg nem csinált dolgok, esetleg melyek azok, amik már meg vannak csinálva. Ugye a OneNote még nagyon-nagyon sok mindenre alkalmas, de erre is tökéletesen alkalmas, hogy egy ilyen listát készítsünk róla.
magáról a OneNote használatáról, azt hiszem, ugye még nincsen online a múlt heti webinárium, de amint lesz, akkor ott megnézhető, hogy mit és hogyan csináltunk benne. Igen. Hogy talán végére nézünk a kérdéseknek. Én is azt nézem, hogy azt hiszem az előre elküldött kérdéseket, azokat megválaszoltuk. A DTH 2016 tudásbázisában vannak a korábbi webináriumok, és lám már ki is derült, hogy a múlt heti is természetesen ott van, és bárki számára megnézhető. Én találtam még. Igen. Alsótagozóan használható 4 év múlva átfogó egymásra épülő szoftveres programot. Hát nem tudom, ami ilyen, és tényleg egymásra épül, és egy játékok szokt, az okozó volt szerintem, de az nem ingyenes. Vagyis most ingyenes volt, nem tudom meddig, hanem a hónap végéig, vagy áprilisig, valahogy így. Igen. Az okozó volt. Ez mindig az. De az egy rendszeres, egytől negyedik év alsóban végig használható játékok és ilyen van. Egyébként pedig, ha valaki csak egyébként játékokat szeretne, de nem rendszerességgel, írtam, hogy Tóth Norbert kollégáknak a gyakorlatait érdemes nézni, mert napok is találkozik, és zseniális dolgokat csinál gyerekekkel, érdemes őt követni, vagy tőle kérdezni. No, hát az okosdoboz még ma ingyenes, akkor úgy látszik. Igen, igen, valahogy így. Nagyon kell sietni a használatával. Ki lehet még ma próbálni, azt mondta, hogy jó, akkor talán nem tudom mennyire drága, de lehet, hogy érdemes megvásárolni. Van még két olyan esemény, amire szeretnénk felhívni a figyelmet, vagy a DTH-hoz kapcsolódó dolog. Az egyik, az egy pályázat a DTH-val kapcsolatos élmények gyűjtésére. A Microsoft szeretné díjazni azt, hogyha bárki leírja azt, hogy milyen volt a digitális témahét az ő számára az ő iskolájában, mi volt az, ami működött, mi volt az, ami nem működött, hogyan lépnének tovább. Tehát ilyen élménybeszámolókat gyűjtenek, és ezeket az élménybeszámolókat ide gyűjtik, és a legjobbak, ugye attól is függően, hogy hány érkezik, a legjobb egy, vagy legjobb kettő, vagy legjobb három díja az, hogy a Microsoft segít az Office 365 rendszer bevezetésében az adott iskolában. Tehát a szakemberei kimennek és átverekszik magukat a rendszergazdák dzsungelén, hogy legyen Office 365-je felállított saját weblaprendszerrel és mindennel, tehát itt a szakemberek elvégzik azt, amit egyébként esetlegesen a rendszergazdának kellene. Ez egy elég nagy segítség, mert onnantól fogva már könnyedén lehet használni mindent a OneNote osztályjegyzetfüzettől kezdve bármeddig. Ugye ezt ahhoz, hogy az ember be tudja írni én most nem tudom megosztani a oldalamat, hogy megmutassam ezt. Senkinek sem egyszerű. Most már meg fogom tudni. Csodás. Igen. Tehát ezen a linken, amit beadtam, ez a fórum nyílik meg. Ez egy egyszerű fórum, és ide kommentekbe lehet beírni az élményeket. Nincsen semmiféle tartalmi megkötés vagy elvárás, tehát nem kell 15 oldalas tanulmányt írni, pár bekezdésben le lehet írni azt, hogy mit csináltatok és hogy milyen volt. Ahhoz, hogy az ember ide tudjon írni,
a digitális témahét élmények fórumba, ahhoz regisztrálnia kell, ugye be kell lépni Skype-al, Facebook-kal, bármivel lehet, utána ki kell azt tölteni, hogy milyen iskolában tanít az ember, és kész, már bent is van. Tehát, hogy ennyi kell hozzá, és utána gyűlhetnek ide az érmények, és ahogy mondtam, a legjobb élmények azok díjakban részesülnek. Ez volt az egyik, amit meg szerettünk volna osztani, a másik pedig inkább a diákok számára lehet érdekes, az Office Challenge, amiben hetedikes vagy annál idősebb diákok csoportjaitól várják azt, hogy bármilyen tantárgyhoz, történelem, matematika, magyar és földrajz tantárgyhoz valamilyen Office alkalmazásban kapcsolódó anyagot készítsenek el, és itt is a legjobbak azok mindenféle díjakat kapnak, tehát diák tanácsadók lehetnek, meg a Microsoft játszószobájába tehetnek látogatást, és így tovább, és így tovább. Ugye ennek is rögtön megosztjuk a linkjét. Ugye itt két kérdés került elő újra. A szavazónál, a 12 vagy több lehetőséges szavazásnál, ott hát egyrészt lehet űrlapot készíteni, akár az volt a kérdés, hogy tudunk-e olyan szavazót, amit kicsik is jól tudnak használni, oda lehet bejutni, és 12 vagy több lehetőségre szavazhatnak. Tehát egyrészt lehet csinálni egy űrlapot, akár Google-ben, akár a OneDrive-on a Excel kérdőivel, annak a linkjét kell megadni, és azt használhatják. Vagy a korábban bemutatott Plickers, ahol ugye nem 12, hanem csak 4 lehetőség közül választhatnak, de ahhoz aztán tényleg semmi nem kell, csak egy papírdarabot kell feltartani a kicsiknek, úgyhogy számukra ez a legegyszerűbb. És ahhoz a kérdésre, hogy a OneDrive-ot hogyan lehet másik meghajtóra telepíteni, arra még rögtön a legelején közé tettem, és újra közé is teszem azt, hogy egy lépésről lépésre bemutatót arra, hogy hogyan lehet a OneDrive-ot áthelyezni Windows 10 alatt másik meghajtóra. Tehát ezt a választ tudjuk adni. Igen, ezekről beszéltünk. Első-másodikos osztályok számára biztonságos internet használatot bemutató oktató videó. Hát ez nem feltétlenül egyszerű, kevés olyan van, amiről mi magunk azt gondolnánk, hogy nagyon szívesen osztjuk meg másokkal. Tibor? Neked van ötleted ehhez? Kicsiknek, nagyon kicsiknek. Ilyen magyar nyelvű anyag, amelyik mondjuk nem a... Most értem. Nem. Ez egy nagyon komoly, érdekes kérdés. Én az internet biztonságára most Gergővel mi sokat gondolkozunk, és lesz is valami eredménye szerintem ennek a közeli jövőben ennek a gondolkodásnak, hogy valamiért úgy látom, hogy az internet biztonság az valahogy ilyen internet biztonság, vagy internet bizonytalanság, vagy ilyen pici néjezgetés a veszélyek hangsúlyozása felé szokott elmenni, tehát ez a
csetszobában ne beszélj idegenekkel, mert ott könnyen szexuális ragadozóknak a hálójába tud szakadni, stb. És én bevallom, ezt, én azt látom, hogy ezen az én 10 éves kisfiam is már kicsit mosolyog. Egyszerűen azért, mert hogy tudja, hogy ez nem így van. Tehát, hogy így is lehet, de nem feltétlenül így van. És valamiért az internetbiztonsági kérdésekben úgy érzem, hogy ezzel az ijesztgetéssel, hogy mondjuk beküld, nem egy rendőr ott esetben, hogy elmondja, hogy mik a Facebooknak a veszélyei, ami kétségtelen igaz, és vannak veszélyei a közösségi oldalaknak, és rengeteg információt lehet emberekről megtudni, úgyhogy ők óvatlanok. De valahogy mindig ezt hangsúlyoztuk, és általában ezek a vicces rajzfilmek is van, az a farkasos sorozat talán, ami ilyen, az is ezt hangsúlyozza. És én pedig ezt nem tartom jó ötletnek, mert ez olyan nekem mindig, mint hogyha azt szoktam mondani rá, mint hogyha úgy a stressz órákon végig karambolokról szóló videókat mutogatnák, ami valóban fontos, mert hogy csomó szörnyűség történet, és veszélyes lehet az autóval való közlekedés, de ezt csak valakinek el kéne magyarázni, hogy mitől lesz sárga a lámpa. Tehát, hogy azt is, hogy megpróbálnánk inkább efelé közelíteni az internet biztonságról, vagy a biztonságos online létről szóló dialógus, és ezért nem tudok én olyat mutatni, amire én azt gondoltam, hogy ezt én szívesen vinném 7 éveseknek, és akár meg is értenének valamit. Érdekes, én csináltam ilyen órákat ötödikeseknek, osztályfőnöki órákat kicsiknek, és ott már ők minden közösségi oldalról tökéletesen tudták, hogy a Facebooknak az ikon, mindegy ikonszor ismerték, mindenről tudták, hogy mit tudták, hogy ott mi van benne, és onnan mert, hogy ők már benne voltak, pedig nem lettek volna. Tehát, hogy van egy ilyen korai felhasználó őrület a gyerekekben, és valahogy ezt így kezelni kellene, de szerintem nem ilyen tanulagokkal. Rövid válaszom az, hogy az, amit én bevinnék az órára, nem ismerek. Lehet, hogy van, én nem ismerek. Gergely, Attila. Én sem. Hát? Érkezett a chatben egy videó, azt érdemes kiajánlani, megnézni, én sem ismerem, de hát ha... Például ez pont az a farkasos videó lesz, amiről beszéltem. Igen, na, ezek azok a videók. Ez nagyon vicces, mert nagyon igényesen van megcsinálva. De hogy ez szerintem abba a vonalba tartozik számomra, ami egy ilyen videónak túl, de azt utána kéne valami diskurzusnak követnie, hogy ne így, de hogy. Ne ezért, de miért. Szóval ezek ilyen kicsit szerintem ilyen félrecsúszott beszélgetések. Mert ismét a költőkkel idézünk, hogy jól sejtem, Gergely, hogy elfogy a torzsa. Ez a nyúlcsorsa. Így van. Ugye itt felmerült az a kérdés, hogy van-e szófelhő készítő alkalmazás, azt kell, hogy mondjam, hogy mint égen a csillag, oly mennyiségben van szófelhőkészítő alkalmazás. Úgyhogy igen, hát itt van ez a Telenor biztonságos internet oktatóanyag. Ez a mi meglátásunk szerint ugyanazoktól a sebektől vérzik, mint amitől általában ezeknek a nagy része. Hogy az ijesztgetés irányából próbál rá közelíteni a dologra, ami kontraproduktív. Hozzá tenném, hogy annak a tapasztalatai viszont azt mutatták, hogy a gyerekeknek tetszett. Tehát ugye kikeresni a biztonságos internet szavait egy ilyen szókereső játékban, az szívesen kötöttek. Minél kisebbek, annál inkább tetszenek az anyagok, tehát hogy viszonylag a visszaérések pozitívot megbeszéltünk a készítőkkel alsó tagozatban még. Tehát ők így játszogatnak vele, de nem tudom, hogy azzal mit lehet megtanulni, de mindegy. Ez egy szerintem egy összetett kérdés, és hogy mondjuk egy 8 éves gyereknek a kognitív szintjét hogy lehet közelíteni, és milyen formátumban érdemes
közelíteni egy ilyen jellegű tananyaggal, ami az ő ismereté még nagyon-nagyon ilyen szorványosak és esetlegesek. Tehát egy érdekes kérdés. De van a teremtő anyaga, ilyet vannak ezek a Geistermek. Szerintem... Nincs vége? Én nem tudom, a beérkezett kérdésekből kifogytunk, és azt gondolom, hogy nagyjából megválaszoltuk mindazokat is, amik a... Rendben, akkor... Cseten érkeztek. Köszönjük szépen. Mi köszönjük a lehetőséget.